megmutatom nektek ezt a gépet, meg úgy általánosságban véve, hogy mit kell tudni egy traktor alapú univerzális kotrógépről. Csak általánosságban végigmenjünk a dolgokon, kezelőszervek, hogy néz ki, stb. Stb. Hajrá! Az első és legfontosabb az a beszállás. Hogyan szállunk be egy ilyen masinába? Ez az ajtó, ez egy nagyon kemény ajtó, ez nem fog leszakadni, hogyha rácsimpasztolunk akkor se. A lényeg az, hogy mindig a négy végtagunk közül három legalább kapaszkodjon, érje vagy a fellépőket, vagy pedig valamelyik kapaszkodót jobb oldalon, bal oldalon van belőle bőven. Ez a legbiztonságosabb és legfontosabb dolog. Három ponton mindenképpen kapcsolódj a géphez. Na, akkor kezdjük a beltérrel. A beltér úgy néz ki, hogy a kormánykerék, hidraulikusan mozgatható kormánykerék, mellette bal oldal található az irányváltó, féket nyomva, és föltesszük akkor előre menetben, kapcsoljuk, hogyha pedig hátra húzzuk, hátra. Ennek az oldalán van a duda, másik oldal találhatjuk az irányjelzőt, stb. Ez nagyon érdekes. Hidrós hajtásnak a váltóműve, 1-2-3-4 fokozat áll rendelkezésre előre és hátra is, az 1-es az természetesen nagyon lassú, a 4-es azzal lehet közlekedni, 25-tel tud menni, 40-nel, vagy gyorsabban, de csak 25-tel. Mellette rögtön itt található a homlokrakodónak a kezelője, ezt hogyha magunk felé húzzuk, akkor megemelkedik a gém, hogyha eltoljuk, akkor előre, akkor lefelé megy, hogyha csak itt följebb emelem, hogyha jobbra húzom, akkor billentünk és burítjuk a kanalat, ha pedig magam felé balra, akkor pedig fölfelé emelem a kanalat. Emellett a kézifék található, kéziféket így lehet oldani, így pedig be van húzva. Általában mindenféle okosság látható. Most éppen az, hogy 621 óra van ebben a masinában. Kézigáz, világítások, a hátsó gém oldal irányba eltolásának a feloldása, hátsó ablakmosó, stb. Amelyikben van klíma, annak egy ilyen klímaplánja, nem általános. És ha megfordulunk, általában a szék alatt, szék mellett van valamilyen kallantyú, meghúzva, szépen el lehet fordulni. Akkor találjuk meg magunkat a hátsó ülésben. Itt általában van egy nyitható hátsó ablak, ami fölbillen. A legfontosabb, hogy általánosságban mindegyiken van egy gém fixáló karom. Ezt mindjárt mutatom először, hogy hol lehet kiengedni. Ezen a gépen itt van egy ilyen trükkösebb fölfelé húzod és előre tolod kalantyú. Egyébként ezt csinálja, innen is látható lesz. Látjátok, van mozdul. Ez, hogyha utazás közben nem mozduljon el az egész, ezt azért tudja fixálni itt a Királytenger környékén. Most ezt kiengedem. Itt mellette rögtön látszanak a jelek, hogy melyik kar mit csinál. Gyorsan megmutatom. Ez a pedál, ez a kitológém, látni fogjátok. Letalpalók, nagyon fontos, a letalpalónak a végén, ennél a gépnél pont látszik ott egy fekete fém lemez. Hogyha elindítom lefelé a talpat, akkor az eltűnik. Vissza, akkor vissza. Ebből látod, hogy fel van húzva teljesen a talp. Ugyanez a másik oldalon is. Most le is engedjük őket. Nyomom mind a kettőt. Érzed, a gép megemelkedik. Hogyha érzed, hogy szintben vagy, akkor minden oké. Okay. Ilyenkor szokás kikapcsolni a biztosítást, azt mi már felhúztuk, és indulhat a hátsó gém. Na most ezt megpróbálom úgy mutatni, nagyjából ilyen nézetből. A bal oldali kar jobbra-balra mozgása az a Királytengelyen való mozgatása a gémnek, tehát tőből mozog. Az előre-hátra az pedig a felső kis gém. Előre tudom, akkor felemelem, vagy ha hátra, akkor pedig vissza. A két karról már beszéltünk, a letalpaló, a jobb oldali kar pedig a kanálnak a nyitás, zárása. Nyitás, zárás.
fordítás, zárás, és a előretolás pedig a teljes gémet tolja előre, hátra húzom, akkor pedig a teljes gémet húzom vissza, egészen ütközésig most. És igazából ennyi. A kitoló gém az egy ilyen lábpedállal van megoldva ebbe a gépbe, ahol joystickos vezérlés van, ott általában egy joystick gombbal lehet csinálni. De így megnyomom, megy kifelé, visszahúzom. Hát röviden így beltérül ennyit. Ha tetszett, iratkozz fel, lájkolj, és tehát visszát ne közöld!